A színfalak mögött vagyunk, ahol mindenhol hegedű, furúja és énekhang hallatszódik. Pár perc és kezdődik a szombat délutáni forduló Bonyhádon a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban. A 18. Halmos Béla népzenei találkozón idén 116 produkciót láthatott a közönség és a szakmai zsűri. Mindig egy országos merítésből tud az ember tájékozódni. Én magam alap, közép és felsőfokon is tanítok, most alap és felsőfokon, és ilyenkor az ember visszaigazolást kap arra, hogy most hogyan is áll ez a mozgalom. Nagyon nagy eredmény az, hogy a népművészeti területek bekerültek a művészetoktatásba, különösen a zenének örülünk, és az, hogy most már a teljes spektrumban kialakult, ez egy halatlan nagy siker. A korábbiaktól eltérően ezúttal az ifjúsági és felnőtt korcsoport mellett külön hirdették meg az indulást 14 éven aluli gyermekeknek, mivel a legtöbben az ország népzenei oktatást végző művészeti iskolák diákjai közül jönnek, tette hozzá Eredics Gábor, a zsűri elnöke. A találkozón elhangzó műsorszámok szinte az egész Kárpát-medence népdal és népzenei irodalmából merítettek, a hangszeres előadók mások mellett citerán, tekerőlanton, népi hegedűn, népi furulyán szólaltatták meg az autentikus magyar népzenét. A produkciókat négytagú zsűri, Juhász Katalin néprajzkutató, Eredics Gábor, Mohácsi Albert és Vizeli Balázs népzenészek értékelték, a legjobbak nívó, illetve kiemelt nívó díjat kaptak.